one? It's the... No. Mm-hmm. No. Oh, my... What can I pass for the phone? Öcsögeket kell rakni a elvárunkra. Valakit érdekel az, amit én mondani akarnék? Mert nem is hallják, nem is hallják. Igen. De mi van, ha mi bemegyünk oda? Hát ezt nem mutogatom. Bevisszük a... Ezt bevisszük oda, és ott mutatom. Na jó. Valaki hall valamit? Igen? Hát... Lehet, hogy ez technikailag mégse a legjobb megoldás. Ott primán lehet hallani. Itt is? Jó. Jó. Hát akkor csak annyit mondani. Köszönöm, hogy ilyen sokan idejöttek. És azt hittem, hogy senki nem fog jönni. Mondta Ben Wotje, amikor egyszer találkoztam vele 82-ben, és szervezett egy kerti eseményt, ahova mi véletlenül oda keveredtünk, és Juli megkérdezte tőle, hogy és sokan lesznek, és mondja Ben Wotje, hogy lehet, hogy senki nem jön el. Úgyhogy mi is most így voltunk ma, hogy lehet, hogy senki nem jön el, mert hogy már mindenki látta a kiállítást. Na most akkor röviden csak annyi, hogy ennek a záró eseménynek az volna a feladata, vagy az volna a témája, hogy ami hiányzik a kiállításból, hogy abból lehessen valamit látni. Mert ugye a kiállítás ugye egy kis terem miatt hát végül is nem tartalmaz mindent abból, ami van Cavelliniből. És tulajdonképpen hát az, ami itt az asztalon látható, ez sem minden. Viszont amit mi válogattunk, az egy ilyen egy bizonyos szempont szerinti válogatás, mégpedig a szempont az volt,
hogy azok a kommunikációs anyagok, amelyek még rajtunk kívül vannak, tehát amiket nem csak mi kaptunk, hanem más valakik még magyarok, hogy azok is be legyenek mutatva. Úgyhogy itt van Tóth Endre, Eftót, Árpád, hogy hívják, Kecskés Péter, nem Kecskés Péter Kis, mert ő a Kecskés Péter, hol van? Már elment. Viszont ki az a másik, aki van még? Szirányi István, és hát ezzel vége is van, mert nagyon kevesen leveleztek. Ugyanis itt az a vád ért engem, hogy mi az, hogy én csinálok itt egy ilyen kiállítást, ki vagyok én, hogy én egy ilyen kiállítást csinálok, és hogy miért nem más valaki csinálja. Mert hogy vannak itt még mások is, és akkor én kiraktam oda arra a falra azokat, összegyűjtöttem, egyrészt volt még kettő nálunk, két ilyen felszólított ember, vagy megkért ember, az egyik a Somogyi György, Gyuri, a másik pedig a Eftót, ki a másik? Tóth Árpád, igen. Na most a Fenyvesi Tóth meg hogy Somogyi Gyuri még akkor, mikor a Kaverini ezt megírta nekik, hogy aztán ők is majd rendezhetik a kiállítást, még akkor rögtön oda is adták nekem ezt a papírt, hogy az nekik nem fog kelleni úgysem. Na most ennyit arról, hogy akkor ki mit csinál? Tehát mert ez egy ilyen kérdés, hogy akkor most ki... Van, aki jogosult arra, amit csinál? Vagy milyen jogosultsága van? Mert hogy a Kaverini ugye felkért mondjuk, hát itt csak 12 vagy nem tudom hány, nem számoltam meg, csak valahány van felkérésekből, de hát legalább 500 vagy talán 1000 embert is felkért a világban, akik aztán el is felejtették, és nem is eszükbe se jut, hogy Kaverini most 100 éves lenne. Most ez egy olyan dolog, hogy ja, hát igen, sokaknak. Most itt próbáltam összegyűjteni a internetről, meg valahányan még küldtek is, kapcsolatban voltunk. Úgyhogy próbáltam ezen a kis utókiállításon próbáltam bemutatni ebből is egy kis ízelítőt. Itt ezek a stickerszek itt mutatják, hogy hát ennyit találtam az interneten. Ezek a helyek, ahol Kaverini projektet csinálnak, 100 éves projektet. És még azt akartam elmondani, szóval itt hogy ki mit csinál. Tehát, hogy van ez a Kaverini kiállítás itt most, hogy itt vége van, most akkor lehet arról beszélni, hogy az, ami van egyáltalán, bárhol, bármi, nem Kaverini, hanem akármi, és amit valaki csinál, hogy akkor annak milyen megbizatása van, vagy ki kéri őt fel arra, hogy azt csinálja, amit csinál. És hogy azt marha jól csinálja, és akkor az kiköszöni meg neki. És akkor mindig csak belerúgnak, amiatt, hogy jól csinálja. És akkor ez miért van? Most ez a... Jó. Most ezt nem azért mondom, hogy keseregjek, de ez a újságcikk, ami a Magyar Narancsban megjelent, az egyetlen olyan újságcikk, amire azt lehet mondani, hogy kritika. Hát az kritikátlan. Most ezt is bemutattam, és emiatt, hogy ő kifogásolja, hogy a festő dossziét miért nem mutattam be, mert hogy ő megtalálta az interneten a festő dossziét, és ott beleolvasgatott, és látta, hogy a Kaverini, aki nem tudná, a festő dosszié az én megfigyelési dossziém, amit 10 év, vagy hány évig, 20 évig megfigyeltek, most már nem is tudom hány évig, szóval évtizedekig pontosabban megfigyeltek, és az interneten megtalálható, ott beleolvasható, akit érdekel ilyen téma, festő dosszié az a neve, és ebből itt egy kis füzetet összeállítottam, csak a Kaverini jelentésekből, ami erről a Kaverini kiállításról szólt, és úgy kiszedegettem azokat a részeket, amik csak azt, ami a Kaveriniről szól, és 40 oldal. Na most, és az egész kiállítás, ami akkor volt 80-ban, hát az egy klubban, szóval egy zárt körű klubban volt.
Tehát nem a műcsarnokban, nem a Lumu, hát Lumu az álom se volt. Tehát nem valami nagyon nyilvános helyen, hanem egy fiatal művészek klubja, ami egy zárt körű klub. Itt vannak fotók róla. Milyen? És hogy nagyon sok ember jött el, és hát ez botrány. Mármint a megfigyelők szempontjából. Na és jó, én ezzel nem akartam foglalkozni, mert az elmúlt, ugye? Az ember ne foglalkozzon a múlttal, inkább a jövő felé nézzem, és a jelen töltse ki az életét, inkább, gondolom én. De a kritikusom kifogásolta, hogy miért nem nyalogatom sebeimet, hogy itt volna az alkalom, hogy itten dicsekedjek azzal, hogy megfigyeltek. De hát engem az nem érdekel. Na, de mivel az utolsó nap van, most akkor gondoltam, hogy ez alkalmas, hogy akkor mégis akit érdekel, akkor megmutassam, itt van. De mondom, nem muszáj most nagyon olvasgatni, mert a interneten olvasható. Na, és akkor még valami, hát itt hoztam egy kis illusztrációt, képpen hoztam borítékokat, tehát ami nem kiállítható, mert hát ilyen borítékokat ugye nem, hogy állít ki az ember. Ez a kiállítás, tehát ez a kiállítás úgy készült 1980-ban, hogy a Cavellini ilyen borítékokban küldte el az anyagot, a kiállítási anyagot. Tehát azokat nagy plakátok például ilyen borítékban jöttek, így összehajtogatva, és ez az eredeti, hogy ne törődjön össze, ilyen kemény, hát nálunk ez egy kincs volt, mert ilyet kapni nálunk nem lehetett, ilyen vulkánfiber anyagból, és hát ez aztán, ez egy ilyen vékony boríték pont elegendő volt, hogy ne legyen baja. Tehát ez az egész kiállítás anyag, ami ott látható a nagy teremben, ezekben a borítékokban érkezett. Most na most, két ilyen, több széria van, kisebb szériák, 4-es, 3-as, 2-es számozású. Itt elhoztam egy 7-es számozásút, ez 1 a 7-es, 2 7-es, 3, stb. Tehát amikor 7 csomagot egyszerre adott fel. Tehát akkor beszámolt azt a 1-től 7-ig. Ez volt az első adag, amit a kiállításra küldött, aztán küldött, ez rendben megérkezett. Ez ilyen szépen nézett ki ezzel a kis matricával, és nem is volt ajánlottam feladva. És ez simán megérkezett. És akkor jött a második széria, ami a 10-es széria, ez ajánlottam volt minden díszítés nélkül, és ebből a 3-as, a 3/10-es megérkezett, és akkor hát már ment az idő, mert meg volt beszélve, hogy mikor nyílik a kiállítás, és akkor vártam, hogy jön a többi is jön majd, hát akkor ez 10 lesz bizonyára, és nem jött. Na és akkor mondom, akkor valamit kell tegyek. És akkor bementem a Verseny utcába, nem tudom ki mennyire ismerős. Verseny utcában van egy postahivatal, aminek az a neve, hogy kicserélő hivatal. Erről azt kell tudni röviden, hogy ott ellenőrzik, tehát olyan, mint a vám, tehát végül is az a vám, ami a postán keresztül bejövő anyagokat ott ellenőrzik. Na és akkor hát másholva nem tudtam menni, csak az az egy hely lehetett, ahol nekem magyarázatot adtak arra, hogy most mi van azzal a másik 9 levéllel, ami nem érkezett meg. És akkor ezt az egy levelet vittem magammal, a 3/1-eset, borítékot vittem magammal, és mondom, majd megkeresem a főnököt. És hát természetesen hát az úgy működött, mint hát az a belügyminisztérium szerve volt, tehát ott úgy nem lehetett mászkálni. Volt egy portás, és akkor kellett igazolni, hogy most miért is akarok én bemenni. És akkor én hiába mondtam, hogy én a főnökkel szeretnék beszélni, hát oda nem lehet bemenni. Na és hát akkor ugye én meg nem vagyok olyan ember, hogy én nagyon gyorsan feladnám azt, amit akarok. És akkor gondoltam, hogy jó, megvárom kint, be lehetett látni az utcáról a portához. És gondoltam, hogy az utcán figyelem a portást, hogy amikor csak elmegy egyszer a portáról, WC-re vagy valahova, és akkor bemegyek és fölmegyek rögtön az első emeletig, meg sem állok. És hát így is volt, fölmentem,
Hát nem volt ott egy lélek sem. Egyszer csak jöttek ilyen hivatali hölgyek, és kérdeztem, hogy a főnökhoz hol található. És akkor néztek rám, hogy mi az, hogy hol található. Hát a harmadikon, vagy negyediken, most nem emlékszem melyik. És mondom, és hányas szoba? És mondták, hogy hányas. Mondom, köszönöm, nagyon köszönöm. És akkor fölmentem. Na most hozzá kell, hogy tegyem, hogy én akkor már hosszú ideje lehallgatott voltam telefonon keresztül, és én már a telefonokat is leszoktam hallgatni. Tehát volt ilyen hegedű piköpöm, amivel a telefont, tehát én is lehallgattam a telefont, nem csak ők engem. És akkor volt egy jó kis magnóm is, és azt egy ilyen rossz nejlon szatyorba berakva, vittem a borítékkal együtt, vittem be a főnökhöz, és úgy letettem, borítékot kivettem, de a magnót már bekapcsoltam előtte, és így letettem az asztalra. Így szépen kettőnk közé. Ő nem tudta, hogy én most lehallgatom, és szépen beszélgettünk, ez a felvétel megvan, ez a hangfelvétel. A lényeg az, hogy tervezem, hogy felrakom az internetre, hogy más is örüljön neki, mert nagyon érdekes. Ugyanis a helyzet az, hogy volt egy ilyen úgynevezett kommunista diktatúrának, vagy hogy hívták, egy ilyen proletár diktatúrának, vagy szocialista demokráciának, vagy hogy hívták, már elfelejtettem. Így is, úgy is hívták. Tehát volt egy ilyesfajta rendszer, ahol az alattvaló volt, ott nem volt visszabeszélés. Tehát fölfelé ezt a hang is ellenmér gyönyörűen megírja, hogy a alkutyák és a főkutyák nem beszélgethettek egymással. A főkutyák csak maguk között beszélgettek. Az alkutyák meg szintén maguk között. Na, és akkor én bemegyek oda a főnökkel beszélni, úgy, hogy nem vagyok se bejelentve, se... Szóval teljesen, és büntethető, nem is vagyok büntethető, mert ártatlan vagyok. Ártatlanul megyek be, eltévedtem. Tehát ez a bizonyos furcsa helyzet, amit egyébként sokszor eljátszottunk, például a Hősök terén, amikor szobrot csináltuk, az is egy ilyen helyzet volt. Tehát voltak ilyen rések, amik a figyelem hiány, amikor épp nem figyelnek, és akkor ez a betörő esete, ugye? Ugyanez a besurranó tolvaj, máshogy szólítva. Na és akkor rövid legyek, a pasival dumáltam, a pasi mellé beszélt, és akkor végén mondtam, hogy jó, akkor hogyha tényleg ő nem tud semmit, akkor én meg megírom a Kavelininek, hogy igenis, itten az a probléma, hogy lekapcsolták a leveleit. És mondom, ez a Kavelin, ez egy nagyon gazdag milliomos, gazdag ember, aki hát biztos, hogy nem veszi jó néven, hogyha itten packáznak vele. Csak ennyi volt a... ilyesmit mondtam. És akkor és mondtam, hogy hát köszönöm a jó tanácsokat, stb. És eljöttem, mint aki jól végezte a dolgát. És a magnum felvétele nem csináltam semmit azóta sem. Nem ez az érdekes, hanem az érdekes az, hogy ennek az lett az eredménye, hogy másnap vagy harmadnap este, ezt majd a Juli meséli el, csengettek fent a harmadik emeleten a lakásban, és akkor a Juli vette nyitotta az ajtót, és elmondja, hogy mi volt. Ez tényleg este volt, tehát én már hazajöttem munkából, olyan este 7 óra fele lehetett, amikor az ember nem szokott postást fogadni, mert az ugye nem este 7-kor jön. Szóval csöngetnek az ajtót, kinyitom, és ott áll egy pasas nekem háttal, szóval a falat bámulta, amin egyébként a Gyurinak a művei meg plakátjai voltak ott a lépcsőházba kirakva, többek között egy olyan szobor, aminek az a neve, hogy főútvonaljelző csoport. Szóval ott ajtót nyitsz, és akkor látod, hogy valaki háttal, így háttal áll, és akkor köszönök neki, hogy mi újság, és akkor megfordul, és akkor mutatja, hogy ezt hoztam. És így egy ilyen kupac, és mondom, igen, azt mondom, igen, és mondom, alá kell írnom valamit? Azt mondja, nem. És akkor odaadta a kezembe, és úgy látszott, hogy valamit nagyon akar, és akkor, de hát amikor ezt mondta, akkor mondom, köszönöm, elvettem, pum, és becsuktam az ajtót. Úgyhogy ennyi volt. Úgyhogy ez elég érdekes dolog volt, ezek szerint egy titkos szolga személyesen kézbesítette a
kiállítási anyagot, úgyhogy a lényeg az, hogy mi annak örültünk, hogy megvan. De hát, hogyha így összerakjuk a mozaikokat, azért az nagyon érdekes, hogy, a, hogy reagálták le. Ja, és hát egyébként nem kell semmit aláírni, bár ajánlott küldemény volt mindegyik, szóval ez. Aláírták helyettünk, ja. Úgyhogy ezeknek a borítékoknak ez a története. Jó, hát ennek a estnek még egy másik célja az volt, hogy bemutassuk azokat a most frissen érkezett anyagokat, amelyek arról szólnak, ami mondjuk azon túl, hogy én legyűjtöttem ezeket az internetről, postán is érkeztek anyagok. Egyrészt a Baroninak van egy sorozata, itt öt bélyeglapból álló, akik egy ilyen nemzetközi társaság, akik küldözgettek, én is részt vettem benne, bélyegterveket küldtek be a művészek, és akkor hát ez ilyen méltatos régi szokás, hogy mindenki küld egy kis micsodát tervet, és akkor valaki pedig összerakja egy képpé. Most ez egy ilyen, tulajdonképpen egy hangulatot ad arról, hogy végül is van ez a Cavallini nevű ember, aki itten a fejébe vette, hogy ő valahogy máshogy nézi a művészetet, mint mások. És hogy ennek milyen hatása van a későbbiekben. Tehát, hogy ha mondjuk számomra az érdekes, hogyha összevetjük, én Marcel Duchampnak is megünnepeltem a 100. szülinapját, és akkor 36 ember, meghirdettem azt is, és 36 ember művész vagy kapcsolat vett részt benne valami munkával. És amikor ez a 100 éves születésnap volt, és a 110. születésnapján Marcel Duchampnak pedig már 110-en vettek részt, ugyancsak ebből az én ismeretségi körömből, vagy 150-en talán, tehát 100 fölött. Na most, hogy Marcel Duchamp ugye azért már szerintem egy jóval, hogy is mondjam, történelmi figura, mint a Cavallini. Tehát a Cavallini, most ezt nehéz így besorolni, hogy most a skálának hányadik fokán áll, vagy mit tudom én, hogyan rangsoroljuk, hogy hol helyezzük el a Cavallinit az értéklistán Marcel Duchamphoz képest, mert hát ez ilyen nem egy könnyű dolog, sőt, szerintem nem is nagyon lehet, mert személyes, szubjektív és nézőpont kérdése. Mert hát a Marcel Duchampról például Magyarországon, akkor 80-as években, amikor a Cavallini meg ugye olyan volt, amilyen volt, akkor a Marcel Duchamp a Pernecki Géza szerint, meg a Kowalowski Márta szerint egy kismester volt. Kismester. Marcel Duchamp. Hát megcsinálta a readymade-et, ugye hát ha-ha-ha. És hát a Cavallini meg kitalálta ezt a öntörténeti esítést, ha-ha-ha. És hát, szóval én azt gondolom, hogy nem akarok semmiféle ilyen érték, nem, és a szubjektumomat úgyis kiszoktam zárni mindig ezekből. Tehát pusztán csak, mint egy ilyen, vagyis mint minden ember egy ilyen érzékelő lény, ugye? Minden ember egy olyan érzékelő lény, ami ha kizárja az egóját az érzékelő lénységéből, vagy a rendszeréből, tehát nem hagyja, hogy az egója meghatározza, mi úgyis meghatározza, de nem direkt módon, tehát nem olyan személyes módon, ahogy én a Cavallinit így számon tartottam, mert itt ego problémáról van szó, nagyon súlyos ego problémáról, amit a Cavallini átfordított egy másik síkra. Amit aztán marha nehéz volt megítélni, hogy most átfordította, vagy nem fordította át. Mert itt azt mondják, hogy ilyen, ő a szuperego, ezt mondják. Szerintem nem. Egyszerűen megtette az egóját, mint, na, hogy is mondjam, hogy egyszerű legyek. Tehát van egy művész, aki Lendárttal foglalkozik, ugye? Akkor megteszi a művészi kíváncsiság területének a Lendártot, vagy a tér, a teret, a térre figyel, és a térrel kapcsolatos megállapításokat tesz.
Most olyan művész, aki az egóval foglalkozik, és ilyen mélységesen, ahogy a Cavellini, ilyen nincs több, bár a Benvotyé is egy ilyen, valamilyen másféle módon, mert ő harcol az egójával. Most én a Cavellinit ebben a szférában tudnám mondjuk, mit is mondjak, hogy értékelni, nem akarom értékelni, megfejteni vagy megközelíteni, hogy azok, akik az egójukkal képesek foglalkozni, vagy képesek figyelni az egójukra, és képesek az egójukat irányítani, vagy képesek az egójukat a saját elképzeléseik szolgálatába állítani. Tehát urai az egójuknak. Most ez az a fontos, szerintem fontos emberi kérdés, ami miatt a Cavellini fontos. Csak semmi több, ennyi. Tehát a Marcel Duchamp-nal megint csak összevetve, az, hogy a Duchamp a ready-made, most mi az, hogy a ready-made? Ja, micsoda hülyeség. Tehát nem, egy lényeges gesztus. Tehát tulajdonképpen egy gesztusról van szó. Lényeges gesztus Marcel Duchamp-nál, hogy a Bármi lehet műtár című gondolatot így belőtte a éterbe, a ready-made-del. És ettől felforgatta az egész művészetet. Nem gyorsan, csak szép lassan. De most már fel van forgatva rendesen. Tehát, és akkor a millió sok módon, mert hogy a Marcel Duchamp ugyanúgy nem volt ilyen úgynevezett karakteres művész, azért nevezik kismesternek, de szóval ezzel is próbálkozott, meg azzal is próbálkozott, hát nem kérem. A Marcel Duchamp végigkutatott rengeteg sok területet. Nem az, hogy ezzel is, meg azzal is próbálkozott, hát kismester, ugye? Nem. Egy kutató volt. Most a Cavellini esetében is ilyesmiről lehet beszélni, egész máshogyan természetesen, mert amit a Cavellini csinált a műtárgyal, hát ő műkereskedő volt, és ő ugyan amatőr módon kezdte, tehát nem végzett semmilyen iskolát ebből a szakmából, de olyan szintre fejlődött, hogy a legjobb gyűjteményt hozta, tehát Európa legjobb gyűjteményét hozta létre, vásárolt, hát mondjuk, hogy pénze volt, és azáltal, mint eszköz által. De nem volt a pénz hatalma alatt. A pénzt eszközként kezelte. És mint ahogy a pénzt eszközként kezelte, ugyanúgy kezelte a művészetet is eszközként. És végül is mindent eszközként kezelt, még az egóját is. Na most ez volna az, amit egy kritikusnak például meg kéne írnia. Vagy egy mondjuk esztétának, vagy mit tudom én, egy elméleti embernek meg kellene, észre kéne vennie. Tehát, hogy úgy közelítsenek, most, hogy itt befejeződik a kiállítás, most illik elmondani ilyesmit szerintem, ha már vége van, akkor nyugodjon békével, és hogy ezt kellett volna észrevenni, de még nem késő, utóbb is észre lehet venni, hogy nem az, hogy mi az, amivel támadható, hanem mi az, ami az értéke. Tehát, hogy mi az, amit még meg sem ítélhető, hogy jól vagy rosszul csinálta, már is azt mondjuk, hogy rossz. Hát ez meg milyen magatartás? Na most ezért aztán mondjuk én itten a éveimet úgy használtam fel a elmúlt időkben, hogy minden évben valamilyen tampáját jártam, hogy minél többet megtudjak, vagy közelebb kerüljek ahhoz az ítélő képességhez, hogy képes legyek megítélni tőlem függetlenül, hogy az, ami van, hogy az tőlem függetlenül, az van. Az van, vagy nincs. Tehát nem az, hogy jó vagy rossz, hanem hogy van, vagy nincs. Tehát ami van, arra azt mondjuk, hogy jó. Ami nincs, arra meg mit mondunk, hogy rossz. Nem? Nem. Ez baj. Szóval ez nem. Érthetetlen a nyelvezetünk, érthetetlen a gondolkodásunk, ugyanis csak azzal kell foglalkozni, ami van. De hogy az mi az? Mert azt nem tudjuk megállapítani, hogy mi az, ami van. Miért nem? Mert nem képezzük ki rá magunkat. Csak ezért. Mert az iskolák rosszak, én is rossz iskolába jártam. Tehát mindenki rossz iskolába jár. Tanárok se jók, miért lennének jók? Mert rosszak voltak az ő tanáraik is, és így tovább. Tehát, de viszont voltak jó tanárok.
Tehát nem muszáj ragaszkodnunk a rossz tanárainkhoz. Nekem egy jó tanárom se volt, és akkor találtam jó tanárokat. Az egyik első tanárom a Seje professzor volt, aki egy könyvet megjelentetett, még akkor főiskolára jártam, Álomtól a felfedezésig. Ez volt a címe, amit egyetemistáknak írt. Az nem volt kötelező olvasmány, láttam a kirakatban, megvettem, mondom, Álomtól a felfedezésig, na ez már jó téma, és akkor elkezdtem olvasgatni. Hát az egyáltalán nem a művészeknek szólt az a könyv, hanem a tudósoknak, vagyis azoknak a fiataloknak, akik kutatók akarnak lenni, vagy tudósok akarnak lenni, de még nem tudják, hogy milyen tudósok akarnának lenni. Na most ő a kutatás orientáltságra kérdezett rá, illetve adott tanácsokat. Nagyon egyszer, csak röviden annyi, hogy például felsorolta a tulajdonságokat, hogy mindenki nézze meg magát, hogy azok a tulajdonságok, hogy nála hogy vannak meg, amiket ő felsorolt, azok a tulajdonságok, amik a kutatót, aki kutatónak született, mert nem tudjuk, minek születtünk, ugye ki tudja, szerintem senki, és hogy akkor felfedezzük magunkban a kutatót, vagy nem. De mindenképpen hasznos a dolog, mert ha felfedezzük, akkor megnyugszunk, ha meg nem, akkor meg megint megnyugszunk, mert tudjuk, hogy akkor másfelé kell menjünk. Na most én meg azt vettem észre, Seje tanár úrnak, úgy hívom, tanár úrnak köszönhetően, hogy én meg felfedeztem magamban, hogy én nem olyan művész vagyok, mint a többi, amitől én szenvedtem, mert én építőipari technikumból indultam, tehát nem szakközépből, szóval nem művészeti pályán kezdtem, mert annak is ilyen szörnyű története van, mert én 56-ban ellenforradalmár voltam 15 éves koromban, ezért a képzőgimiből kirúgtak, ahova éppen hogy felvettek, aztán ki is rúgtak. Úgyhogy én így kezdtem a művészpályámat, már akkor véletlenül, nem az volt szándékos. És tehát Seje tanárhoz visszatérve, hogy megtudtam, hogy mik azok az alaptulajdonságok, hogy aki kutató, az nem szeret unatkozni, például egy nagyon fontos. Aki szeret unatkozni, az biztos nem lesz kutató. De stb. Most nem tudom elsorolni, de ilyenek voltak, ami nagyon egyszerű, hogy könnyű megjegyezni. Tehát bárki megértheti gyorsan. És akkor, hogyha már ez így van, akkor bizonyára velem nincs baj, hanem azt gondolom, hogy akkor én bizonyára kutatónak születtem, de hogy miért lettem művész, azt nem tudom. Továbbra sem. Hát, hogy a művészetben ilyen nincsen. És akkor most nem húzom tovább a történetet, csak ezekről azért beszélek, mert akkor, mikor a Marcel Duchamp könyvecske megjelent 71-ben, akkor én már főiskola után voltam bőven, akkor Balatonboglárt kezdtem csinálni, hogy megtudjam, hogy a művészet az hol van, ha nem ott, ahol én eddig jártam. Ez volt a balatonboglári kápornatárlatoknak nevezett hely. És ott akkor abban az időben jelent meg ez a kis könyv a Marcel Duchampról, és akkor nézem, mondom, sose láttam. Hű, mondom, hát ez az ember olyan, mint amilyen nem én vagyok, mert én nem voltam semmilyen, hanem hogy az az eszmény, az az ember, aki olyan helyen van, ahol lenni kell ahhoz, hogy művészetet lássunk. Na most az egész csak abból jött ki, hogy cérnát lejtett azt a bizonyos cérnát, amit aztán berajzolt a padlón, vagy a papíron, és akkor abból lett a stoppolt etalon. Tehát ebből csinált hármat, és ez az etalon, ez a véletlen által rajzolt rajz, ami engem lenyűgözött. No, ilyen nincsen. Mi az, hogy a véletlen rajzol? Ilyen nincs. Na jó. Szóval csak ennyit erről, tehát ez csak azért említem ezeket, hogy a Cavellininél, visszatérve a Cavellinre, ezek a momentumok, amiket ő elkövetett saját magával és a többiekkel, akivel még kapcsolatban volt, hogy ezek körülbelül ilyen módon nézendők. Tehát, hogy mit is történt? Szóval mi ez a furcsaság, amit nem értek? Na, szóval körülbelül a kritikusoknak ezt üzenem, így a éteren keresztül.
Jó, jó, még mondok. Jó. Jó, akkor még erről mondok egy. Nagyon kifáradtak az emberek abban. Jó, mondjak még valamit, mondjam. Jó, akkor legközelebb, ha megint egy kiállításnak vége lesz, akkor megint folytatjuk. Jó. Jó, akkor hadd mondjak még valamit. Ez a Csú, úgy hívják, ezt a művészt úgy hívják, hogy Csú. Cev, úgy van írva a neve. Ez a művész itt csinálta ezt a bélyeglapot, ezt a Kavernínre emlékezve csinálta. Ez közelebbről érdemes megnézni. Ez egy kollektív bélyeglap volna, mert minden bélyegre egy név fel van írva. És ezek ez a motivum, ez ugye ez a stickers, ez, amit ő elektronikusan összegyűrt, mint egy ilyen vírus lett belőle. Amikor én megkaptam ezt a bélyeget, akkor én nagyon undorodtam tőle. Tehát, hogy mit csinált ezzel a... Mi ez a hülyeség, amit ezzel csinált? Ez a... Itt látszik nagyobban a stickers, itt is van. És hogy akkor mi a fenész, szóval megbolondult ez az ember, vagy miért gyűrögeti, és mi ez a gusztustalanság, amit elkövetett? Ez volt az első benyomásom. És amikor itt a többi kép is így szemem elé került, amiket még ott később csinált, ez a három, ami ott látható, akkor megértettem, hogy ő tulajdonképpen egy vírust hozott létre. Tehát mint egy modellezett egy vírust. Vagyis, hogy nem hozta létre, hanem azt akarja mondani ezzel a deformációval, hogy ez a Kavellini stickers, ez egy vírus, egy kulturális vírus, vagy egy mém, így a más szóval. És akkor, hogyha ez így értelmezhető, akkor már abszolút rendben van minden. Mert akkor eljutottunk egy olyan tiszta gondolathoz, hogy akkor mindent úgy nézhetünk, tehát minden mást is úgy nézhetünk, mint az egy mém lenne. És akkor az vagy hat, vagy nem hat. Tehát van, akire hat, van, akire nem hat. Most ez a úgynevezett network, ez a mélártos hálózat, ez így működik, hogy egymásra hatással vannak az emberek, és nem mindenki mindenkire. De vannak ilyen erősebb figurák, mint ez a Csú, aki egyébként brilliánsan rajzol, meg brilliánsan bánik a technikával, az elektronikus technikával. Ez is az ő, ezek az ő munkái. És aztán ahogy egy boríték, az a boríték, és benne küldi azt a plakátot. Az a borítékja. Itt szintén, ez szintén. Tehát, hogy ilyen komplex izét hoz létre. Amit aztán most miért csinál ilyet? Ha? Miért? Mert ez a kérdés, hogy miért csinál? És akkor a beszélgetés elején mondtam, hogy miért? Miért csináltam ezt a Kavernini kiállítást? Miért nem a többiek csinálták? És miért ő? Te miért azt csinálod, amit te csinálsz? Miért nem valaki más csinálja, amit te csinálsz? Na, szóval ezek a ilyen fő kérdések, hogy akkor tulajdonképpen megnyugtató a helyzet, mert hogy tudomásul veszük, hogy ami van, az van. És azt tudomásul kell venni. Ezt kell tudomásul venni. Na hát csak ennyit gondoltam mondani.